kértem Rio tutoriált startuphoz. Na most ezt az első körben a pilóta kéri, amit kérnie kell. Az megvan. Akkor ugye átülünk a Rio ülésbe. Illetve hát ugye a Rio már itt ül. Oké. Oxigén. WC. WCS. Standby-ba. Ez kb. 40 másodperc, mire beindul minden kijelző. Addig nyomhatunk egy RVR. Decma. Standby-ba. Egy Datalink ont. IFF on. Takan rádió. UHF FM rádió. És nagyjából az armamentnél, itt a Jettisonnál nyugodtan, ha nincs szépen valami, akkor azt állítsuk szépre. Egy standby attitude-ot uncage-elhetünk. Meg is jöttek. Jó. Akkor a következőt kell csinálni. Nav mód CVA, ugye, hogyha groundon vagyunk, akkor GND, most éppen a hordozón vagyok, tehát CVA. És itt lehet csinálni olyat, itt látható, hogy stored heading align. Ez azt annyit jelent, hogy a Mission Editorban én előtte elmentettem neki pár navigation pontot, ami nem ugyanaz, mint a waypoint. Majd mindjárt bevágotok ide egy vezet, és akkor ott meglátjátok, hogy hogyan kell elmenteni. Be lehet, majd a végére berakom a videónak. Szóval nem ugyanaz, mint a stored alignment, az ugyan hosszabb, illetve nem rövidebb, pontosabban szólva. De a lényeg az, hogy ezt akkor is meg kell csinálnunk, ha van stored alignment, ha nincs. Be kell ütni a latlongot és a magasságot. A magvart nem mindig. Jó, hogy csináljuk ezt? Ugye itt írja ki a latlongot. És azt mondom neki, hogy először is clear, clear, clear. Lat, az egyes gomb. North, mint észak. És utána beírom, hogy 25. 29.9. Ott írom, ott mutatja, hogy mit írtam be. Enter. És update-elte is. És itt a latlong east. Ugyanez, csak éppen ugye a longa. East. Majd az 54, stb. Ez mindig a Shift-K megnyomásában mindig elérhető. Tehát ez a úgynevezett kneeboard, akinek még nem ismerős, ez a kneeboard. És ide lehet bizonyos dolgokat kint is a játékon kívül berakni, hogyha elérhető legyen, de ez az első oldal a Tomcatben mindig ez az oldal. Így van megcsinálva, hogy tudja ez, hogy honnan indult-e, honnan, mi a latlang koordinátet. Na most, még egy elevation, ugye, ami 4-es, altitude. Azt meg kell adnunk. Itt mutatja is, hogy altitude minusz 0. Na most nekünk pozitív értékeket kell adnunk. És 68 feet. Enter. Mindig feedben van megadva. Mindig. És most változott is egy kicsit, nem baj. Nekünk jó az, ami ott van. Enter, 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 clear, clear, clear. Ja. Oké, itt van egy kis keret. Ja igen, és ahhoz, hogy a stored alignmentet elindítsuk, ha most simán csak azt mondanám, hogy oké, hagyom így, akkor az egy darabig elmenne, elpöcsögne itt, és oké lenne, és nem nincsen megadva nekem semmiféle előzetes data, waypoint link, vagy datapont, vagy célpont, akkor itt szöszmötöl magától akkor is, hogyha nem csinálok semmit sem. Ez a kis
hát nyilacska lefelé. Ez mutatja, ez a course alignment, ami azt jelenti, hogy nagyjából navigáció van, de ennyi. Ha aim 7-et vagy 54-et szeretnénk elindítani, akkor ideig meg kell várni, hogy eljusson ez a kis keret. Ha teljes alignmentet szeretnénk, akkor ideig. Na most ez itt, a 0 és a 7, az nem 0-7 perc, hanem 70 másodperccel, 10 másodperceket számol ez itt, és ez meg perceket. Jó, viszont van elementem, úgyhogy be tudom kapcsolni ezt. És itt ki is írja, hogy ás, és újra kezdi. Jó, most annyi dolgunk van, hogy megvárjuk, amíg ez az egész beállnolódik, ami hosszú. Itt látható, hogy 9-szeresre állítottam az időt, Ctrl-Y-nal és Shift-Y-nal lehet állítgatni. Ctrl-Y-nal egyesével lépi előre, tehát egyszeres, kétszeres, háromszoros, Alt-Y-nal egyszeresével lép visszafelé, és Shift-Y-nal a normális időt beállítja. Igen, itt látszik, hogy amikor már missile alignment megvan, akkor egy ilyen kis gyémánt alakul. És amikor teljesen kész van, akkor egy pont lesz a gyémánt közepén. Ennyi kész, és akkor ha kész, akkor cut, vagy nav mód INS. Ennyi. És kész is vagyunk az alignment-tel. Ez így most gyorsnak tűnik, de minek után ugye ez multiplayerben nem tudod gyorsítani az időt, ezért ott sokáig fog tartani. Az összes többi dologgal kapcsolatban, meg hát itt rengeteg kapcsoló és rengeteg módja van az RVR-nek, vagy a DDD-nek, meg a TID-nak, meg mindennek, az majd szerintem egy külön videó lesz. Még egy nagyon fontos dolog, ha innen előre ülök, és utána visszaülök a Rio-ba, újraindítja az egészet, mert ugye kiültem a Rio pitből, és gyakorlatilag az AI beült helyettem, ami reseteli az egészet, úgyhogy ne mozogjunk, hogyha esetleg single playerbe szeretnénk gyakorolni a startupot. Nagyjából ennyi. És akkor ott a navigation target point alatt lehet újakat hozzáadni, úgy, és amennyit akarunk, teljesen mindegy, akár a bullseye-t is, és akkor utána be kell kattintani be kell kattintani azt, hogy jegyezze meg az alignmentet. És kész.